1989 a csodák éve volt. A gorbacsovi perestroika meglazította a kommunista totalitárius rendszert. Közép-Kelet-Európában hihetetlen gyorsasággal következtek be a változások. Sorra dőltek meg a szocialista diktatúrák, a lehetőséget ki tudta használni a megtizedelt, elnyomott, az anyaországtól, Európától vasfüggönnyel elzárt kárpátaljai magyarság is, mely a Kárpát-medencében elsőként tudta megalapítani az első magyar érdekvédelmi szervezetet, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségét. Ez a közösség azonban sosem gondolta, hogy 3 évtizeddel a Szovjetunió szétesése után még az átkosnál is nehezebb idők jönnek. A KMKS-nek és a vele szorosan együttműködő pedagógus szövetségnek köszönhető az is, hogy ma is van Kárpátalján magyar nyelvű oktatás az óvodától a felső oktatásig, és működnek az elmúlt 35 évben létrehozott magyar intézmények is. Kilincselni azért, hogy valami lehetőséget kapjunk az óvóhelyek kialakítására, mert állami szinten ezt nem tudták megadni, még az állami iskoláknak sem. Akkor, hogy azok a gyerekek, akik itthon voltak, és nem mentek át a határon, vagy a szüleik nem tudták vinni, vagy a nagymamára lettek bízva, azoknak az életében ne legyen egy nagy törés, mert egy életen át nem tudják kiheverni. A szövetség támogatottsága és népszerűsége mindig is rendkívül erős volt Kárpátalján, hiszen a legutóbbi 2020-as önkormányzati választásokon, még a háború előtt, tarolt a KMKS. Képviselői jelen vannak a helyi tanácsok minden szintjén. Igaz, a sikert szinte azonnal durva megtorló akciók, házkutatások és üldöztetések követték a hatóságok részéről. Különböző kobolt vádak alapján egyszer csak az ukrán biztonsági szolgálat kommandósai betörtek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által felügyelt alapítványokhoz, illetve Brandzovics László elnök úr otthonába. Ezt követően természetesen az Európai Uniós és a nemzetközi fórumokon mindenhol szóvá tettük ezeket az atrocitásokat. A kárpátaljai magyarság azonban felülemelkedett a méltatlan támadásokon, és ember maradt az embertelenségben. Megtartani azokat az értékeinket, amelyet őseink ránk bíztak, és az, hogy figyeljünk oda a családunkra, rokonainkra, ismerőseink, barátainkra, egymásra, és a kárpátaljai magyarság pedig tartson össze és tartson ki. A KMKS fennállásának 35 éves évfordulója alkalmából 52 perces dokumentumfilm készült, melynek címe 30+5 a megpróbáltatások kora. Ha úgy is tűnik, hogy kevesen vagyunk ma, mert valóban sokkal kevesebben vagyunk, mint ahányat megszoktunk, vagy ahogy jól éreznénk magunkat, de mégiscsak végnézve ezen a filmen is, vagy végnézve ezt a filmet is, számomra azt csengett le belőle, hogy ez egy hihetetlen erő. A kárpátaljai kollégáink által forgatott filmet a nagy közönség várhatóan április közepétől tekintheti majd meg az interneten és a TV21 Ungvár műsorán. Jött a Covid, jött a háború, és a kárpátaljai magyarság, ez a maroknyi közösség megmutatta azt, hogy a többségi nemzetnek is tud segíteni úgy, hogy összefog, befogadja a menekülteket, ellátja a menekülteket, és jó keresztény módjára segít a többségi társadalmon is. A kárpátaljai magyarság él és élni is akar, ezt mutatja be ez a film. A kárpátaljai magyar közösség élén a KMKS-szel, tehát még a legnehezebb időkben is állta és állja a sarat. Reményeik szerint pedig a következő születésnapjukat már békében ünnepelhetik meg a szintén békés Kárpátalján.